milliárdos kutatásfejlesztés, több mint 2,5 milliárd forintból épít szerves anyagkezelő központot a Baromfi Kóp Kft. Nyírjákon. Európai siker, 2017-ben a legígéretesebb kulturális úticél lett a középkori templomok útja. Ismerd meg a világot, különleges afrikai árvák életét bemutató fotókiállítás nyílt Kisvárdán. Több mint 2,5 milliárd forintból épít szerves anyagkezelő központot a Baromfi Kóp Kft. Nyírjákon. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Baromfi Kóp Kft. Beruházásának része a kutatásfejlesztés is, amelynek köszönhetően környezetkímélő és energiatakarékos eljárást alakítanak ki a további három konzorciumi taggal közösen. A tervek szerint az új üzem kapacitása évente 60 ezer tonna szerves baromfi trágya feldolgozása lesz, amelyet a későbbiekben 100 ezer tonnára szeretnének bővíteni, így Európa legnagyobb ilyen jellegű üzemévé válhat. A négy konzorciumi tag a Baromfi Kóp Kft., a Debreceni Egyetem, a Multimix Kft. És a Timag Agro Hungária Kft. Együttműködésének célja, hogy értéket állítsanak elő a szerves trágyából. A baromfi trágya az egyik legkoncentráltabb tápanyag erőpótló, ebből egy fermentációs eljárással olyan terméket készítenek, amelyet, ha szükséges, további szerves és szervetlen anyagokkal is kiegészíthetnek, így ezek eredménye egy kiváló növényi tápanyag előállítása lesz, közölte Bárány László. Mindnyájan tudjuk, hogy a szerves trágya érték. Ezt legalább 10 000 éve tudják azok, akik növénytermesztéssel foglalkoznak. Volt ennek a terméknek ilyen-olyan megítélése, most hála jó Istennek megint fókuszba került, és azokat az értékeket fogjuk transformálni további értékké, ami ebben a szerves anyagban eredetileg is benne volt. A cégcsoportnak jelenleg is van egy kisebb fermentáló telepe, itt azonban a szerves trágya egyharmadát tudják feldolgozni. A Mastergood 2020-ig azonban 20 új baromfi telepet is szeretne építeni. A kutatás fejlesztés első évében alapkutatásokat, második évében ipari kutatásokat végeznek, a harmadik évben pedig kísérleti fejlesztéseket terveznek. Ez több mint 64%-ban támogatott. Az Európai Uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 1,63 milliárd forintos forrást kapott, a projekt összköltsége pedig 2,52 milliárd forint. Az egész projektet támogatja és kíséri a Debreceni Egyetem komoly labor háttere, illetve ennek a labor fejlesztése. Egy részben ezt kiegészítő laborfejlesztés a Baromfi Kópnál is megvalósul. Kerestünk és találtunk olyan felhasználó forgalmazói partnert a Timag Agro Hungary képviseletében, aki ennek a szántóföldi kis, közép és nagy parcellás kísérleteiben fog közreműködni, és onnan hozza, viszi az, és értékeli az eredményeket. Ennek eredményeként egy úgynevezett szerves anyagkezelő központot is kialakítanak majd, ahol évente 60 ezer tonna szerves baromfi trágyát dolgoznak majd fel. Ez körülbelül 75 millió darab csirke és tyúkállomány éves baromfi trágya termelését fogja kezelni. A későbbiekben bővíteni is szeretnék a kapacitást évi 100 ezer tonnára, így Európa legnagyobb szerves trágya feldolgozó üzeme jöhet létre a megyében. Európai szinten is megismerheti a közönség a középkori templomok útját. 2017-ben a tematikus út első helyezést ért el az Európai Bizottság által kezdeményezett és a Magyar Turisztikai Ügynökség által végrehajtott kiváló európai desztinációk programban. A Felső-Tisza vidék a templomúttal így Magyarország legígéretesebb kulturális úticélja lett. Idén pedig további templomokat csatolhatnak be a hálózatba. 7 évvel ezelőtt indult el a középkori templomok útja, mint tematikus útvonal, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket. A középkori templomok útja az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött és bővült. Mára az egyik legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró turisztikai termék lett a térségnek. Ezt Sesták Oszkár mondta a 35 perc című műsorunkban. Itt van viszonylag a mai Magyarország területén a legnagyobb számban középkori örökségünk, és a dolog természetéből a dolog templomok, szakrális
műemlékek, szakrális örökségek, ráadásul ugye a trianoni határ még nem volt, amikor a török dúlta az Alföldet, tehát ezek az örökségek átérnek Kárpátaljára, illetve a Partium területére, ezért adva volt az a hát adottság is, hogy ezeket az útvonalakat átvigyük a határon, és ilyen módon láttassuk a világgal, Magyarországgal, a magyar érdeklődő közönséggel, hogy ezek egy kulturális, egy történelmi örökséghez tartoznak. A tematikus út 64 középkori templomot kapcsol hálózatba. Nagyrészt a reformáció során reformátussá lett templomokat. A 2017-es év nagy fordulatot hozott, hiszen a tündérmező örökség középkori templomok útja a Felső-Tiszavidéken a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton első helyezést ért el, és így kiérdemelte a legígéretesebb kulturális desztináció címet. Ennek köszönhetően európai szinten is megismerheti a közönség a tematikus utat. Sesták Oszkár hozzátette, az Éden-díjnak köszönhetően még nagyobb pályázati program kapcsolódnak be a középkori templomok útjával. Egy brüsszeli pályázatra is beneveztünk ezzel a díjjal, a figyelemfelkeltéssel, a média megjelenéssel, egyébként egy szerény mértékű, de reklám megjelenés is tartalmazott a díj, amely révén népszerűsíteni tudjuk hazai médiafelületeken ezt a örökséget. 2018. januárjában egy magyar-román együttműködés keretein belül egy koncepciós pályázat is beadásra kerül, illetve még ebben az évben elbírálásra kerülhet az a program, melynek révén újabb templomokat lehet bekapcsolni az útba. A köztársasági elnök kitűzte a parlamenti választások időpontját. Áder János ma reggel közölte, hogy élve az alaptörvényben ráruházott felelősséggel a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írja ki. Azzal, hogy az államfő kitűzte a választások időpontját, még nem kezdődött el hivatalosan a kampány. A törvény szerint az csak a szavazás megelőző 50. naptól veszi kezdetét. Áprilisban parlamenti képviselőket választunk, 106 egyéni, illetve 93 listás képviselő juthat be az országgyűlésbe. Az állami számvevőszék ellenőrzéssel a kormánypárt megpróbálta ellehetetleníteni a Jobbikot, vélte Fülöp Erik a párt 2017-es évet értékelő sajtótájékoztatóján. A Jobbik országos alelnöke hangsúlyozta, az ellenőrzés során kirót közel 663 milliós büntetés gyakorlatilag kiüríteni a párt kasszáját. A Jobbik azonban nem fogja kifizetni a bírságot. Fülöp Erik a tavalyi évről szólva a béruniós kezdeményezést emelte ki, amelynek lényege, hogy az Európai Unión belül egyenlő munkáért, egyenlő bért kelljen fizetni. A Jobbiknak 6 másik uniós ország pártjával 1 millió aláírás kell összegyűjteni 2018 májusáig ahhoz, hogy az uniós grémium foglalkozhasson a kérdéssel. A bérunió kérdése Fülöp Erik szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is jelentősen érinti. Függetlenül attól, hogy a szabolcsi emberek is nagyon-nagyon keveset keresnek az uniós átlaghoz viszonyítva. Itt még nagyobb érdekellentétet tapasztalhatunk, hiszen akár egy budapesti, vagy akár egy dunántúli magyar dolgozóhoz képest is szinte a töredékét vihetik haza a szabolcsi emberek. Ismerd meg a világot címmel nyílt fotókiállítás Kisvárdán. A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2017-ben oktatási programot indított az afrikai Malaviban. A fotózási alapismereteket tanul diákok fotóin az ott tanuló árvák hétköznapjai láthatóak. Ezeket mutatja be az egyedülálló kiállítás. Ezzel a meglepetés dallal nyitotta meg Malawi 2017-es szépség királynője a fotókiállítást Kisvárdán. Az Ismerd meg a világot című kiállításnak a konferencia központ ad helyet, ezzel is segítve a város kulturális életét. Malawiban volt egy olyan jellegű találkozó, ahol a szegény árva gyerekeket nevelték. Itt fotók, fotózásra, a természet megfigyelésére, és ebből a anyagból született egy gyönyörű kiállítás, amit láthatunk ott a mindennapi életekről, életről, élethelyzetekről, illetve hát itt van a Malawi szépség királynője, aki egyben missziót tölt be, tehát Malawit próbálja bemutatni a diák, itt kisfelei diákoknak, illetve Magyarországnak. A kiállítást a 2005 óta Malawiban is tevékenykedő Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület szervezte.
Úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy ha már meglátogat minket teljesen más apropókból is Malawi szépség királynője, akkor felkérjük őt arra, hogy mutassa be azt ottani kultúrát, egy kicsit tisztítsuk azt a képet, ami az afrikaiak fejében Magyarországról van. Ugyanez fordítva egyébként, mert ugye a magyaroknak is egy más felfogása van az afrikaiakkal kapcsolatban. Ez a kiállítás ezt szeretné orvosolni és tisztítani ezt a képet mindenképpen. Ezért olyan fotókat mutatnak be a kiállításon, amelyeket az ott élő gyerekek készítettek egymásról. Nos, mi egy nagyon boldog ország vagyunk, melegszívű afrikaiaknak is hívnak minket. Ezek a fotók azonban az országnak csak a szegény részét mutatják be, ezért azt mondanám, hogy 90%-ban fedi a valóságot. Viszont tény, hogy vannak nálunk is problémák, úgy mint a szegénység, az éhezés vagy a legnagyobb probléma, a túlnépesedés. Ezeket maximálisan visszaadják ezek a fotók, hiszen nem idegen, külföldi profi fotós készítette a képeket, hanem azok a gyerekek, akik ezeket átélik. A szépségkirálynőnek májusban tovább kell adnia a koronát, de létrehozott egy saját szervezetet, amellyel példakép szeretne lenni a Malawiban élő lányoknak, és küzd a gyerekkori házasságok és terhességek ellen. Idén is folytatódnak az infrastruktúrális beruházások és természettudományos oktatási fejlesztések a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. A tervek szerint a szeptemberi iskola kezdésen a diákok már modern, 21. századi technológiával felszerelt ökolaborban kezdhetik meg fizika, biológia, földrajz vagy éppen kémiai tanulmányaikat. A beruházás összköltsége a 40 millió forintot is meghaladja. A hidrogénperoxid katalizátor segítségével történő vízrebontása. Ilyen és ez hasonló látványos kémiai és fizikai kísérletekkel kezdődött a csütörtöki fejlesztésekről szóló sajtótájékoztató a Kossuth Lajos gimnáziumban. Ezeket a kísérleteket 2018 őszétől az iskola diákai már egy modern 21. századi technikával felszerelt ökolaborban gyakorolhatják. Tulajdonképpen egy természettudományos sziget lesz itt a B épület második emeletén, ahol két modern laboratóriumot fogunk kialakítani egymás mellett összenyitott terekkel, a laboratóriumokhoz szertárak és előkészítők fognak tartozni, és ez fog annak teret, lehetőséget biztosítani, hogy a tanulók az elméleti ismeretek megszerzését informális, nonformális módszerekkel is kiegészíthessék, kísérletezhessenek, kutathassanak, használják a legmodernebb digitális eszközöket a hagyományos laboreszközök mellett, és természetesen érintőpaneles, smart board felületű digitális táblák is fogják őket abban segíteni, hogy az internetes oktatás lehetőségeit is bevigyük a mindennapokba. A természettudományos oktatási fejlesztésnek köszönhetően a két különálló laborban fizika-földrajz és kémia-biológiai oktatásokon sajátíthatják el a tudást a diákok. Az elmúlt években a természettudomány emelt szintű oktatása mellett az iskola sport infrastruktúrája is látványosan megújult. Sikerült megvalósítanunk az iskolai sportudvar modern kialakítását, műfüves, illetve műanyagborítású pályákat, két pályát alakítottunk ki. Így tulajdonképpen valamennyi sportág, amelyet tanítunk, illetve amelyet a gyerekek szabadidőben is tudnak használni, gyakorolható az iskola területén. Emellett műanyagborítású futópályánk is van, és van egy szabadtéri kondiparkunk is, hogy a szünetekben is jól érezzék magukat a diákok, vagy szabadórákban és a természetben, de egyáltalán gondolva saját egészségükre egy kicsit mozogjanak, nyújtózkodjanak, kipihenjék magukat. A mostani új digitális ökolaboratórium kialakítását az iskola elsősorban a saját maga által összegyűjtött önerőből valósítja meg, melynek összköltsége előreláthatólag a 40 millió forintot is meghaladja. Főpróbájához érkezett a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, az Asszony asszonynak farkasa. A fekete humorú komédiáról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a tavaszi rajtra a felkészülést a Kisvárda MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes nem csak hazai környezetben tréningezik, hanem előbb Egyiptomba, majd pedig Törökországba utazik edzőtáborozni. 48 csapat részvételével immár tizedik alkalommal rendezik meg Máté Szalkán a Szizó Sportszerkupát. Az együttesek csütörtöktől csoportmeccseken döntik el, kik juthatnak a kieséses szakaszba, majd a vasárnapi hármas döntőbe.
Főpróbájához érkezett a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, az Asszony asszonynak farkasa. A fekete humorú komédiát a Rómeó és Júlia felnőtteknek szóló változataként is emlegetik. Az előadás január 12-én mutatja be a Teátrum. Figyelem, a darab 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Thomas Middleton jakabkori angol drámairól is költőművé dolgozta át a Móri Zsigmond Színház. Koltai M. Gábor rendezésében az Asszony asszonynak farkasa című komédia egy olasz városban, Firenzében játszódik, ahol a gazdag Bianca szeretne összeházasodni a nála jóval szegényebb hivatalnok férfival, Leantinoval. Érdekes karaktert formálok meg, ugyanis ez a szerep nem nekem íródott, ez egy 20 éves játsza eredetileg a Middleton darabban, de hát a rendező úgy gondolta, hogy talán ez így érdekesebb lesz, hogy egy már középkorú férfi lesz szerelmes egy nagyon fiatal lányba, aki aztán el is hagyja ezt a férfit. És hát ettől is érdekes a feladat számomra, hogy olyan szerepet játszom, ami gyakorlatilag nem nekem íródott. A Teátrum színészének így különösen nehéz volt azonosulnia a szerepével. Nem úgy, mint a Biancát megformáló László Lilinek. A vendégművész hamar megtalálta a közös hangot mind a színésztársakkal, mind az általa megformált karakterrel, mégis nagy feladatnak érezte a darabot. Kihívást nyilván jelentett. Az például mindenképp, hogy ezt az ívet megtalálni, mert ez egy eléggé nagy ívű szerep, és az előadáson belül is időben kitölteni ezt, vagy végigjárni az utat. Tehát ez mindenképpen egy kihívás, és hát igyekszem, szerintem jó lesz. A Rómeó és Júlia felnőtt változataként is emlegetett fekete humorú komédiát január 12-én pénteken este 19:30-tól láthatja először a nyíregyházi közönség a Krúdi Kamarában. Sajnék egy jólabdát veszni, ha jelen is csak egy foga lenne, azt is kiverni. Elkezdte a tavaszi rajtra a felkészülést a Kisvárda MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes nem csak hazai környezetben tréningezik, hanem előbb Egyiptomba, majd pedig Törökországba utazik edzőtáborozni. Kondás Elemér együttesében az új arcok már felfedezhetőek voltak. Tavaly a Győr elleni hazai 3-1-es vereséggel zárt a Kisvárda csapata az MB2-ben. Azóta pont egy hónap telt el, ez alatt a játékosoknál a pihenésé volt a főszerep. Szerdán azonban ismét szerelést töltöttek a várdaiak, és elkezdték a felkészülést a tavaszi rajtra. Most a 0. héttel kezdünk, ugye, mert ez egy rövid hét. Kezdeném azzal, hogy már mindenki ebbe az évbe otthon külön munkát végzett. Futómunkák voltak benne, erősítési gyakorlatok. Most ebben a 3 napban szintén ezt folytatjuk, ez 0. hét, és vasárnap elutazunk a csapattal Egyiptomba, ott egy hetet fogunk eltölteni, és igazából hétfőtől kezdődik a felkészülés java. A felkészülés pedig nem csak itthon, hanem külföldi edzőtáborban is fog zajlani. A Kondás Elemér által említett egyhetes egyiptomi túrát követően az elmúlt 2 évben bevált Törökország felé veszi az irányt a csapat. A felkészülés 46 napja alatt a tervezett 40 edzés mellett 9 edzőmérkőzés is vár az együttesre. Egyiptomban is fogunk edzőmérkőzést játszani egyet, aztán utána, amikor hazajöttünk, akkor itthon, következő héten Debrecenben játszunk dupla mérkőzést, aztán Törökországban szerda-szombat-szerda ritmusban fogunk edzőmérkőzéseket játszani jó csapatok ellen. Amikor hazajövünk Törökországból 15-én, akkor hétvégén 18-án hazai pályán játszunk egy edzőmérkőzést, és a következő hétvégén pedig már az a Legelszeg elleni bajnoki találkozó van. A Kisvárda keretéhez már az új szerzemények is csatlakoztak. Jánvári Gábor régi új ismerősként a Haladástól igazolt Kondás Elemér együtteséhez, neki itt indult még 2007-ben a pályafutása. Rajta kívül a szerbiai Rados Protic számít friss igazolásnak, illetve a Magyar Futball Akadémiáról Sós Dávid érkezett Erdélyi Botont helyére. A stáb a hiányposztokat próbálja erősíteni. Igazából a bal oldalunk volt egy kicsit hiányos a bajnokság, tehát ez az őszi szezon vége felé balról kevés labdát tudtunk bejuttatni egy ritmusban a kapu elé, és oda mindenképpen kellenek nekünk ballábas játékosok. A tavasszal még 17 bajnoki mérkőzés vár a Kisvárdára, amelyeken a feljutás kivívása nem elérhetetlen cél. Kondás Elemér együttese 47 ponttal a második helyen telel, 5 ponttal lemaradva az Éllovas MTK-tól, és 10 ponttal megelőzve a harmadik Békés Csabát.
48 csapat részvételével immár 10. alkalommal rendezik meg Máté Szalkán a Szizó Sportszerkupát. Az együttesek csütörtöktől csoportmeccseken döntik el, kik juthatnak a kieséses szakaszba, majd a vasárnapi 3-as döntőbe. A tornára nem csak a térségből, hanem Egerből, Debrecenből és a határon túlról is érkeztek csapatok. Jubileumi számhoz érkezett a Szizó Sportszerkupa. A pénzdíjas teremlabdarúgó tornát 10. alkalommal rendezik meg Máté Szalkán. Összesen 48 csapat adta le jelentkezését, a résztvevő együttesek pedig nem csak a térségből, hanem a megyén kívülről és a határon túlról is érkeztek. Nagyon sokrétű a nevező csapatoknak a helyszíne, távolsága. Romániából idén 2 csapatunk lesz, de vannak nevezőink Egerből, Debrecenből 6 csapatunk, ilyen még sosem volt, eddig mindig 1-2 volt, és ugye a környékbeli és helyi utánpótlás csapatok szintén részt vesznek ezen a tornán. A csapatok csütörtöktől vasárnapig 12 csoportban mérkőznek meg először egymással, innen jutnak a kieséses szakaszba a legjobbak. A szabályokkal kapcsolatban annyi változás van, hogy tavaly kipróbáltuk a 4+1-es játékrendszert, gyorsabbá teszi a játékot, jobb meccsek vannak, tehát ragaszkodunk ehhez a 4+1 futszál játékrendszerhez. Összességgel véve ennyi változásunk van, a többi az ugyanaz, tehát 24 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszba, és akkor onnan derül majd ki, hogy ki jut be a 3-as döntőbe, amelynek vasárnap 7 óra körül lesz majd vége. 2 vereséggel búcsúzott a CEV kupától a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. Horváth András együttese a hazai pályán elszenvedett 3-0-ás vereség után idegenben is hasonló arányban veszített a belga Asterix Abu ellen, így 6-0-ás összesítéssel fejezték be a nemzetközi sorozatot a nyíregyházi lányok. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 2,5 milliárd forintból épít szerves anyagkezelő központot a Baromfi Kóp Kft. Nyírjákon. A Kft. Beruházásának része a kutatásfejlesztés is, amelynek köszönhetően környezetkímélő és energiatakarékos eljárást alakítanak ki a további 3 konzorciumi taggal közösen. A tervek szerint az új üzem kapacitása évente 60 ezer tonna szerves baromfi trágya feldolgozása lesz, amelyet a későbbiekben 100 ezer tonnára szeretnének bővíteni, így Európa legnagyobb ilyen jellegű üzemévé válhat. Európai szinten is megismerheti a közönség a középkori templomok útját. 2017-ben a tematikus út első helyezést ért el az Európai Bizottság által kezdeményezett és a Magyar Turisztikai Ügynökség által végrehajtott kiváló európai desztinációk programban. A Felső-Tiszavidék a templomúttal így Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja lett, idén pedig további templomokat csatolhatnak be a hálózatba. Ismerd meg a világot címmel nyílt fotókiállítás Kisvárdán. A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2017-ben oktatási programot indított az afrikai Malaviban. A fotózási alapismereteket tanult diákok fotóin az ott tanuló árvák hétköznapjai láthatóak. Ezeket mutatja be az egyedülálló kiállítás. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 11-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Enyhe, viszonylag nedves levegő érkezik térségünk fölé, így pénteken még csendes, eseménytelen idő várható. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, szitálás, kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, kisebb eső előfordulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás kezdődik térségünkben. Szombattól északkelet felől hideg, egyre szárazabb léghullámok árasztják el térségünket, emiatt vasárnap és hétfőn napos idő várható, de hidegebbre fordul az idő, éjjel kemény fagyok várhatók. A jövő héten aztán ismét enyhül időjárásunk, de ezzel együtt több lesz felettünk a felhő és újból várható csapadék, többfelé számíthatunk esőre, havas esőre, hóra, de néhol ónos eső is eshet.